Emlékszem, fogta is a meg hatodik, és nagyon büszkék vagyunk erre az utóbbira, hiszen Bonyhától Pécsig és Komlótól Paksig minden évben olyan vendégeink vannak, akik már letettek az asztalra, és nagyon örülünk, hogy elfogadják a meghívásunkat. A műsorvezetőt ismerik tavalyról, aki itt volt, Siklósi Krisztián, ő még a mai napon még mást is fog csinálni a Csurgó zenekarral. Én nagyon örülök, hogy el tudta vállalni a konferálást, át is adom neki a szót, mindenkinek jó szórakozást kívánok! Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nagyon megtisztelő, amikor egy olyan rendezvény, ami elkezd szépen kibontakozni és egyre nagyobbá válik, én azt figyelem, egyre többen jelentkeznek a fiatalok. Nagyon megtisztelő, amikor ez a rendezvény újra visszahívja az embert egy kicsit beszélni, és köszönöm szépen azt a figyelmet, amit kaptam tavaly is, és gondolom, hogy ma is kapni fogok, illetve kapni fognak azok, akik be fognak mutatkozni ma. Az első bemutatkozom a Pévőnye Együttes. Ebben a hónapban ünnepelte megalakulásának 15. évfordulóját. Az elmúlt 15 évben több mint 40-en énekeltek közöttük. Hangjukat két CD felvétel is őrzi. Büszkék a nevükre, szívesen magyarázzák el a jelentését az érdeklődőknek. Ami növényritkaságunk, a bánáti vazsarózsa hekényi elnevezése. Vezetőjük megalakulásuktól Dietrich Páné Klári néni. Reméljük a fiatal korban elültetett népzene szeretet, a népdalok iránti tisztelet biztosítéka annak, hogy hosszú hekény népzenei hagyományai tovább öröklődnek. Az együttes jelenlegi tagjai Jánosi Emőke, Jánosi Zengő, Pap Réka, Juhász Rebeka, Bodó Csenge, Ember Lola, Gazder Janka, Reinhardt Júlia, Molnár Veronika. Fogadják szeretettel a Pévőnye Együttest. Felkészül a Zengető Zenekar Pécsről. Már nohácson nincs több legény.
A Zengető zenekar következik Pécsről. A Ciszterci rend Nagy Lajos gimnáziumának népzenei együttese, a Zengető 2002. februárjában alakult. Célja, hogy megismerje és bemutassa a magyar hangszeres népzenét, különös tekintettel annak szakrális kapcsolataira. Az együttes tagjai évközben egyéni órák keretében sajátítják el a hangszeres játék alapjait, a közös próbákon és fellépéseken pedig az együttmuzsikálás technikáját. Az évek során a körülbelül 10-12 fős tagság folyamatosan cserélődik az iskolai zenekarok sajátságos életének megfelelően. Eddigi működése során a zenekar számos sikert mondhat magáénak. Már megalakulása után 4 hónappal elnyerte a Helikon Fesztivál népzenei fődíját, ami azóta újabb 2 alkalommal is sikerült. Díjakat és elismerést szerzett népzenei vetélkedőkön, fesztiválokon. A Zengető rendszeresen fellép az iskola rendezvényein, kíséri a Magura tánc együttest, mely szintén a gimnázium együttese. Bemutatkozott Németországban, Lengyelországban.
A hosszú hetényiek következnek. A hosszú hetényi alapfokú művészeti iskolában nem folyik népzene népdal tanítás, de az általános iskolában több mint három évtizedes hagyománya van a helyi népdal éneklési versenyeknek. Osztály éneklési versenyeknek. Dietrich Pálné és Dietrich Zsófia, valamint az alsóban tanító kollégák szívesen készítik fel a gyerekeket ezekre a szereplésekre. Most két ilyen felfedezet következik. Bojtos Lili második osztályos hetényi leánytáncokat fog énekelni, és utána rögtön Hoffer Hunor lép a színpadra harmadik A-ból, és hetényi népdalokkal örvendeztet meg bennünket. Fogadják őket szeretettel, és a bonyhádiak készülnek föl. Búj, zöld ág, zöld levelecske, nyitva van az aranyka, búcsa, bújjatok rajta. Nyisd ki, rózsám, kapuda, hadd kerülje, várada, lilium szár, sárga cukor, vörös bor, mindjárt rám kerül. Hozzátok el a koszorú, amit kötött Rozália asszony. El kéne a monárokhoz menni, monároktól láncot kéne kérni, a hidakat béláncot adni, szép lányokat megtartóztatni. Dobsz el a házon a sodróf a nyakad a helye, du-du-du. Helye húja kis ignice tüske, majd megjön a jó tavaszi föcske, akkor lesz majd egy kis örömöcske, csókoljon meg az öreg kecske. Dobd szerd a hátadra, sodróf a nyakadra, helye du-du-du. Elvesztettem zsebkendőmet, szidott anyám érte, egy szép legény megtalálta, csókot adtam érte. Adtam is, adok is csókot a legénynek, mert tudom magamról, jól esik szegénynek. Szabad péntek, szabad szombat, szabad szapanozni, szabad az én galambomnak egy pár csókot adni. Adtam is, adok is csókot a legénynek, mert tudom magamról, jól esik szegénynek. Nagy hetény leve volt kerítve, három szálhoz marink van benne, három szálhoz marink között vagyok én, beteg a szeretőm a szegény. Te kislány, mi bajod, mi bajod? Mert a nagy sárföld fröccsen a kesen.
nincs a fenekem. Gyönge vagy még, gyönge vagy még, babám a szelerőmre. Gyöngeséget, de gyöngeséget, nem annyira sajnálom. Szép vagy, babám, jó vagy, babám, nehéz tőled elválnom. Gyöngeséget, de gyöngeséget, nem annyira sajnálom. Szép vagy, babám, jó vagy, babám, nehéz tőled elválnom. Föcském, föcském, édes föcském, vidd el az én levelecském. Vidd el, messze-messze tájra, tett a babám a plakára. Ha kérdi, hogy honnan jöttél, kinek a postája lettél, nem lettem így, jó, senki másé, csak a kedves Mariskámé. Szépen sorakozva fognak következni. Azért nem hoztam semmit meg, hogy a Bonyhádiakkal jó magam jöttem, és talán tudok róluk pár szót mondani fejből. Még emlékszem, hogy mi volt a múlt héten, mert múlt héten volt a vizsgánk, és ezeket a vizsgadarabokat hoztuk el. Elsőként Tóth Nóra Zsófia fog muzsikálni somogyi dallamokat. A Bonyhádi Zeneiskolában most már több mint 15 éve folyik népzeneoktatás. Nagyon nagy örömünkre támogatnak minket, és Bonyhádon elég nagy sikere is van a népzenének, ugyanis hosszú-hosszú évekre visszamenőleg rendezik meg az országos népzenei találkozót, ami 3 éve vette föl Halmos Béla nevét, és most idén egy kicsit más időpontban lesz, mint ahogy szokott, mert pont úgy jön ki, hogy az aradi vértanúk napjára lett volna, így október 27-én és 28-án lesz Bonyhádon ez a népzenei találkozó, ahova mindenkit szeretettel várunk. Neves, országosan elismert zsűri tagok mondják el a véleményüket a produkciókról, és lehet szerezni különböző díjakat, hogy aki úgy érzi, azokat szívesen látjuk. Amilyen produkciókat eddig hallottam, azok mind megmérethetik magukat nyugodtan, úgyhogy nagy örömmel várjuk Bonyhádon a jelentkezőket. Azt hiszem szeptember 15-ig lehet jelentkezni, és a Bonyhádi Műfázban tudnak érdeklődni. Most Tóth Nóra Zsófia következik. Nóri ezüst minősítést szerzett a Tolna megyei Cinege Madár népzenei versenyen, és ő fog muzsikálni somogyi dudálást, ugróst és frisscsergást. Én pedig kontárkodok, illetve kontrázok mellette. Thank you.
következik. Duba Lörcs első osztályos tanuló, második éve hegedül előképzős, és ő is dunántúli dalamokat fog játszani, egy dudálást és ugróst. Aki pedig széki csárdást és széki magyart fog játszani. Thank you.
Ő képviselte iskoláját a Keszthelyi Helikonon. Most Hetényi népdalokat énekel. Felkészül a Pro Artist Ami Paksról. És most fogadják szeretettel Krúzsány Pálmát. Két és fél órás beszédembe. Szeretném elmondani itt a színfalak mögött minden gyermek, illetve minden fiatal izgul. És én valahogy mindig azt szoktam mondani magamban, hogy mi művészek, művésztanoncok, abban vagyunk szerencsések,
hogy amikor valaki már profi művész és a színpadon áll, csak akinek nem tetszik, az foghatja magát és elmehet és nem hallgatja. Akinek meg tetszik, az megörül neki. A tanulók meg abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy ahol éppen tartanak, az egy állomás. És ők ezt az állomást mutatják meg, hogy ahó, én most itt tartok. Annyira hosszú ez az út, amit még a profi zenészek sem látják a végét. Ezért én szerintem minden egyes lépcsőfoknak, minden egyes állomásnak tiszta szívből kell örülni, úgyhogy izgulni teljesen fölösleges. Proartist, ami következik Paksról. Manapság a Proartist alapfokú művészeti iskolában 31 tanár tanít 649 növendéket. Három művészeti ágban, 17 tanszakon és 22 hangszeren. Az iskolában a növendékek 7 állandó művészeti csoportban muzsikálhatnak, táncolhatnak és csillogtathatják színészi képességüket. A végén ki fogom kérdezni, jegyezték az adatokat? 649-it mondják hátul, ami nagyon jó. Mindig nagy gondot fordítottak a tehetséggondozásra. Az elmúlt évtizedekben közel 40 növendéket irányítottak pályára. Jó a kapcsolat a régiekkel, hiszen közülük 6 ma az iskola tanára. A pedagógusok nagy része vezeti vagy segíti az amatőr művészeti csoportok munkáját. Szintén Paksról moldovai dalokat fognak játszani. Thank you.
császárszobát, egy lassú cigánytánc és négyes. Szucsán Balázs a bőgős havasreki párna költözött ma.
kategóriák következnek. Hegedűs banda. Tanáraik Mészáros Vince és Radák Márta. Vince közreműködő is lesz most. Komlón több mint 10 éve folyik népzeneoktatás. Célunk, hogy a fiatal népzenészpalánták mielőbb részesülhessenek az együttmuzsikálás örömében, a zenészek kalandjaiban, és hogy táncosaink mellé kísérő zenészeket neveljünk. Az Erkel Ferenc Művészekoktatási Intézményben vonós népzeneoktatás zajlik. Hegedűs Blanka és kísérői Hegedűs Botek. Thank you.
Csőke, a Pingvinye együttes tagja. Hallatlan szorgalommal és lelkesedéssel tanulja más tájegységek népdalait is. Most gyergyói dalokat hallhatunk tőle. Felkészült tovább Zsombor. Kezedet, forduljunk egyet, menjünk ki a gyümölcsösbe, s ott szedjünk mágyet. Kínálunk jár Buzsajasba, csendesen járjon, ami titkos, száros ajtónk meg ne roppanjon, mert az én jó édesanyám ébren aludt volt, ami titkos beszédünket meghallgatta volt. Ha nem tudod, rózsám, hol lakom, gyere nálunk, mert megmutatom. Ott lakom a rózsa piacon, utcára nyílik az ablakom. Tarakúz a csatkány, ragadány, megcsókollak rózsám, csak megállj. Ha nem tudod, rózsám, hol lakom, gyere nálunk, mert megmutatom. Ott lakom a vidra belibe, fűzfa nyílik a ház végében. Ha nem tudod, rózsám, hol lakom, gyere nálunk, mert megmutatom. Most pedig egy zenész család sarja következik, Molnár Veronika, aki somogyi népdalokat fog énekelni. Ki megy a mi, ki megy a mó? Bye.
éppen teszteltem, hogy ki figyel és ki nem. Szegény Zsombort bemondtam az előbb, hogy ő készül fel, és kifelejtettem itt hirtelen. Úgyhogy Tobak Zsombor következik. De hát szerencse, hogy itt nagyon figyelt a Veronika, és fölugrott a színpadra. Tobak Zsombor zalai népdalokat fog előadni, tanára Kis Alfred. Zsombor negyedik éve citerázik az Overtons alapfokú művészek oktatási intézményben. A szakmai felkészülés szakcson történik. Hetente két alkalommal. Eddig elért sikerei. 2017-ben rendezett Iregszentjei Bartók Béla népdaléneklési versenyen arany. A 45. Schneider Lajos népdaléneklési és népzenei tehetségkutató versenyen arany. A 46. Schneider Lajos népdaléneklési és népzenei tehetségkutató versenyen ezüst minősítés. Fogadják szeretettel Tobak Zsombor!
programokat játszik, a fiúktól megtudtam, hogy két dolog érdekli őket igazán, a zene és a csajok. Ennek a fontossági sorrend, ugye a sorrend a éppen aktuális környezet szerint változik. Fogadják szeretettel a Vígbandát, Széki Dallamok. Nem Székit fognak játszani. Thank you.
Éva volt. Igaz, boldog, aki nem.
hangok biztos, hogy székről voltak. Jó, ez az én mikrofonom? Szóval a legjobb tanárokból lesznek a legjobb kottállványok, ez biztos. Következik Vas Mátyás, aki citerázni fog, és a piros-fehér-zöldek pedig énekelnek. Ördög Csenge és Katona Ildikó fog énekelni szatmári dallamokat, kíséri Vas Mátyás őket citerálni.
Nagyon jó. Azt mondták, adnak egy másik mikrofon, mert nagyon gerjedek. Valószínűleg már azért, mert nem sokára lesz a koncert. Most Kőhidi Máté, szintén a Berzeny Nagy János Amiból fog gyimesi dalokat játszani Furulyán. Közre működik Havasréti Pál ütőgardonon. Fogadják szeretettel. Jó, tanította Ladányi Ferenc. Thank you.
Ildikó következik. Ördöngös füzesi népdal csoport fog előadni. Én úgy tudom, hogy te hosszú hetényi vagy, nem? És Pécsre jársz a Berzenagy János amiba, és felkészül a Kőhidi Reh duó. Fülhallgatót. Panasonic fekete. Kőhidi Reh duó következik. Ők fognak muzsikálni. Aki keresi a fülhallgatóját, az nálam van.
Pálinka egy asszonynak micsoda. A következő... Pont passzol is. A következő szereplők a Hetényi Lányok lesznek. A Hetényi Lányok néven mutatkozott be a megyei versenyen, és rögtön sikert is aratott ez a formáció. Következik négy kislány az 5. A osztályból. Ember Lola, Gazder Janka, Bodó Csenges, Reinhardt Júlia. Bukovina és Székely népdalokat énekelnek. A Sonkerék zenekar készül Hosszú Hetényből. Hol vagytok, szép hetényi lányok? Mondtam babám, ne játszál a szüvemben.
Sonkerék zenekar hosszú hetényből, felkészítő Keserű Árpád. A Sonkerék zenekar 11 főből áll. Vezetőjük Keserű Árpád és Krózsely László. A zenekar sajátossága, hogy fúvós hangszereken játszanak magyar népzenét. Céljuk a hosszú hetényi népi együttes utánpótlásának nevelése. Tavaly Németországban, Altdorfban kísérték a népi együttest, idén erkélyi vendégszereplésre készülnek júliusban. Hetényi népdalcsoport játszanak. Tagok: Bartalovics Zoltán, Erdei Benedek, Keserű Árpád, Krózsely Pálma, Krózsely László, Lázár Péter, Molnár Ádám, Molnár Ferenc, Idős Molnár Ferenc, Radó Bence, s utána felkészül a Csurgó zenekar.